Gréci Zsoltát, a DK részről itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánunk, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük akkor ezzel. Vagy nem tudom, kezdjük ezzel? Hát én tegnap este óta próbálom megfejteni, hogy miért borzasztó bűn az, ha valakinek fideszes kapcsolatai vannak a Fidesz által is támogatott főpolgármester részéről. Nem tudom, szerintem nyilván az volt a célja a Tarlós Istvánnak, hogy az ellenzéki táborban ezzel próbálja hitelteleníteni Karácsony Gergelyt, hogy neki fideszes kapcsolatai vannak, miközben egyébként egy főpolgármesternek pedig minden párthoz kell, hogy legyen kapcsolata. A kormányon levő erőkkel pedig különösen szüksége lesz, ha Karácsony Gergely nyer, akkor szüksége lesz arra, hogy tárgyalni tudjon Orbánnal, vagy az Orbán kormány tagjaival. De gondolja, hogy ebben a nagy belpolitikai zajban, ami még valószínűleg sehol nincs ahhoz képest, ami majd lesz, hogy közeledünk ugye május 26 meg majd az önkormányzati választások felé, hogy ennek akkora jelentősége lenne ennek a mandatának? Hát nem, sok mondat lesz még itt. Szerintem inkább is. Azt mondanám, hogy igen. Majd kapkodjuk a fejünket, és látjuk, hogy hány ilyen mondat lesz. Kérdezhetem egy kétnapos történetről. A családja biztonságára hivatkozva lemondott a jelöltségről az ellenzék első komoly olyan és összefogásra támogatott polgármester jelöltje, Újpesten Szalma Botond azt mondta, hogy az ATV-nek utána, hogy semmi komolyat nem kell ez alatt érteni, nem pontosította, hogy mik a biztonsági kockázatok, amelyek miatt lemond. Mi történt? Nem ismerem pontosan az ügyet, azt tudom, hogy az ottani mögötte fölállt igen széles, gyakorlatilag minden pártot felölelő koalíció nagy megdöbbenésére egyszer csak bejelentette, hogy a családja biztonsága érdekében ő ezt mégsem vállalja. Nem tudnak erről többet, vagy csak nem mondhatják el? Én nem tudok róla többet, de hát nyilván tiszteletben kell tartani a döntését, és meg kell találni azt a jelöltet, aki mégiscsak kihívója lesz ott a fideszes újpesti polgármesternek. Azért rossz ennek az üzenete, hogy nem derült ki, hogy mi történt, mert ez egy rossz üzenet annak, aki potenciálisan újra elvállalja. Miféle biztonsági kockázata van az ellenzék jelöltjének lenni? Ezt nem tudom, hogy ez most a családot ért bármiféle támadás, vagy a Fidesz részéről valamilyen politikai nyomás, én nem látok bele. Azt viszont örömmel látom, hogy más településeken szépen alakul. Az utóbbi napokban Székesfehérvárról, Veszprémből jöttek ilyen hírek, hogy megvan a közös jelölt, abban bízom, hogy Újpesten is meg fogják találni, és akkor az a cél, amit például a DK is az zászlajára tűzött, hogy egy jelölt induljon a Fidesz-szel szemben, azt végül is a lehető legtöbb helyen meg tudjuk valósítani, mert akkor győzni fogunk. Milyen érdekes azért, hogy milyen messze van ez az önkormányzati választás, nem? És... hát hip-hop itt lesz. Jó, persze, itt lesz, hát ez a... persze relatív, hogy most az messze van, vagy már nagyon közel van, politikai életben biztos nyilván közel van, de nem tűnik az, tudja Gréci úr számunkra, vagy számomra, hogy mint hogyha nagy egységben lenne az ellenzék. Ami azért érdekes, mert ugye a választások, az országgyűlési választásokat követően azt mondták utólagosan, hogy ilyen sok mindent elrontottunk, hogy nem volt valós összefogás, de majd az önkormányzati választáson. Hát szerintem az a választás sem volt szabad, hát azt az amerikai külügyminisztériumtól az ebeszig nagyon sok mindenki megállapította már, de most azt... ebbe a részében nyilván nem akarok igen, nagyon részletesen belemenni. Az ellenzék összefogása. Az ellenzék összefogása, épp az előbb jeleztem, hogy számos városban alakul ez. És a számos az mennyit jelent? Hát nem tudom, sok nagyvárosban van már megállapodás, és azt remélem egyébként, hogy nagyon... a közeli napokban megszületik az összes kerületre vonatkozóan is, és hát az a terv, hogy ezeket a közös polgármesterjelölteket a kerületekben minél hamarabb be lehessen mutatni. Szóval ez a munka folyik, nyilván nem egyszerű, mert nem egy párt ítélkezik mindenről, mint a másik oldalon, hanem többféle érdek ütközik, ezeket kell valahogyan összefésülni, de hát ezt a munkát el kell végezni, ezt nem lehet megspórolni, ezt várják tőlünk a választók, és ha azt akarjuk, hogy ez a rendszer előbb-utóbb megbukjon, akkor ez az első és legfontosabb lépés. Ez az, de előbb ez az európai úton. Parlamenti választások lesznek. Igen, májusban. Lesz. Mit szól hozzá, hogy tévesen szavazott 4 fideszes európai parlamenti képviselő, amikor arról volt szó, hogy adóparadicsomnak számít a Magyarország? Utólag kérték a módosítását a szavazásuknak, ami eredetileg az volt, hogy igen, és aztán mégsem, de voltak 3, akik kitartanak a minősítés mellett. Hát eredetileg nyilván a Fideszben nehéz elképzelni, hogy mondjuk szabad szavazás volt, és mindenki a lelkiismeretére hagyatkozva szavazhatott. Hát nyilván... azért azt módosítja most, amit mondott az, hogy volt, aki utána kitartott a szavazása mellett, hogy a többiek módosították. Igen.
Tehát akkor valamilyen figyelmetlenség lehetett, vagy nem volt előre pontosan megbeszélve. Egy dolog biztos, hogy az a helyzet, ami Magyarországon van, például az, hogy a multinacionális cégek, akár a nagy autógyárak is gyakorlatilag csak a kedvezményeket kapják, de az ehhez mérhető adót nem fizetik be a magyar költségvetésbe, ez probléma. Ezért is mondja például a DK azt, hogy európai multi adóra van szükség, mert hogyha ez megtörténik, akkor a tagállamok például családpolitikájára sokkal több pénzt lehetne áldozni, ha lenne a multinacionális cégekre kivetett adó. Meg tudnak egészen igen. pontosan határozni a körét azoknak a cégeknek, amelyekre ez az adó vonatkozna. Meg lehet húzni azt a határt? Nyilván alaposan át kell nézni, hogy mely cégekről van szó, kik azok, akik teljesen elbújtatják a nyereséget, és nem vesznek részt a közös teherviselésben, és nem csak a közös teherviselésről van szó, hanem ennek vannak a zöld politikai részei is. Igen. Vegyék fel a kapcsolatot majd a Vágó Gáborral, mert tegnap itt volt nálunk ugye a stúdióban, pont erről beszéltünk. Nekem úgy tűnt, mintha az ő fejében lenne már több ilyen cég, már mint a Magyarországon működő cég. Hát örülök neki, ha nem csak mi gondolkodunk abban, hogy a multinacionális cégeket meg kell adóztatni, és nem csak Magyarországon, hanem Európában. Ez egy nagyon fontos lépés az európai parlamenti választás igen. után. Kifogásolható ez, hadd kérdezzük öntől, ez persze részben egy ilyen álnaív kérdés mondjuk a DK részéről, hogyha a Orbán Viktor úgy dönt, hogy nem tudom, ilyen határon túli futballakadémiákat is lehet, vagy kell, vagy érdemes mondjuk támogatni. Hát ez mélyen felháborító. Mélyen felháborító. Hát azért mélyen felháborító, mert hát miért öntjük ki a magyar adófizetők milliárdjait a határon túlra, amikor bezár Magyarországon a Honvéd Kórház csecsemő sürgőségi osztálya, amikor a Péterfi Kórházban műtétek maradnak-e, mert nincs asszisztencia, amikor itt is vannak szegény gyerekek és szegény családok. De hát a legfőbb probléma nyilván az egészségügy. Tehát vannak olyan körzetek Magyarországon, ahol 60 kilométeres körzetben nincs már házi orvos, de egy se. Nincs elég gyermekorvos ebben az országban, műtétek maradnak el folyamatosan, tehát teljesen hát egyszerűen felháborító, hogy erre költik az adófizetők pénzét, mert ha már mindent megoldottunk, akkor természetesen tőlem lehetnek futballakadémiák, de hát azért enyhén szóval ezer sebből vérzik még ez az ország. Csak átnéztem a lapokat, az egyik legfontosabb talán Magyar Nemzet címlapján feloldották a paksi igen. beruházás szerződésének titkosítását, az alcím pedig az, Magyar Nemzetről van szó, Magyarország számára kedvező megállapodást kötöttünk az oroszokkal. Tehát erre azt tudom mondani, hogy egyrészt ez a beruházás, ez egy avid beruházás, alternatív energiákra kellene költeni a pénzt, napenergia, szélenergia, másrészt pedig hát azért az országot konkrétan eladósították 30 évre. És akkor a hitelt vettek föl olyan kamattal, hogy emlékszem, amikor az IMF hitel volt, akkor ordibáltak Fidesz, hogy úristen, micsoda hátrány az országra nézve, ennek az orosz szerződésnek sokkal nagyobb a kamata, és egyébként abban sem lehetünk biztosak, hogy ez a beruházás Magyarországnak jót tesz, sőt, inkább abban vagyunk biztosak, hogy nem. Ez valamilyen Orbán-Putyin megállapodás, ami egész egyszerűen nem jó az országnak, nincs erre szükségünk. Köszönjük szépen! Köszönjük Én is köszönöm.